A négynapos rendezvény október 4-től 7-ig tartott. A falu méreteihez képest nagy volumenű programsorozat idén közel 4000 embert mozgatott meg. A körülbelül 850 ezer lelket számláló falu lakói méltán büszkék. A 4 napig tartó fesztiválon igényesebbnél igényesebb programok szórakoztatták a nagy érdeműt. A gyerekprogramoktól kezdve a kézműves bemutatók mellett folklórfesztivál, nemzetiségi néptáncbemutatók, szüreti bál, streetball verseny, hőlékballon bemutató és sportversenyek várták a közönséget. A Medinai Szüreti Fesztiválon Zomba, Nagy Dorog, Pörböly, Alsónyék, Szedres, Szekszárd és a helyiek egyaránt képviseltették magukat. Mindezt szinte a semmiből sikerült a város önkormányzatának összehozni. Ilyen 3-4 napos rendezvényeknek általában 350 ezer forint készpénzköltsége van, és emellett a tárgyi és egyéb segítségek, úgyhogy az 500 ezer forintot megközelíti a anyagi és a tárgyi támogatottság, mert azt tudni kell, hogy ezt a környékbeli vállalkozóktól és a település és pályázat útján megszerzett pénzből van lebonyolítva ez a fellépések és műsorok. A szüret jól sikerült, a szőlőlé mennyiség a vártnál jóval több, ünneplésre tehát van ok. Már csak azért is, mert nem mindenki hitt a rendezvény sikerében. Megint a 850 és 1000 fő közötti létszám, ez változó mindig. Ehhez képest ez a 4 fős rendezvény nagyon féltetik a települést 6-8 évvel ezelőtt, hogy kis település, nagy rendezvény, nincs érdeklődés, és ez bebizonyította, hogy 8. éve 3-4 napos rendezvény, és a hétvégeken 3-4 ezer ember meglátogatja a Merinát. A fesztivál nagyon sikeres volt, hiszen minden korosztály jól szórakozott. A polgármestert a jövőbeli tervekről faggattuk. Jövő évbe tervezzük, nem akarjuk ezt elkiabálni, hogy a Merináról elszármazottaknak a találkozójával egybekötve szeretnénk ezt a rendezvényt megrendezni. Emellett a lehetőségünk van, vagy lesz rá, akkor egy nemzetiségi országos találkozót is szeretnénk. Beigazolódott, hogy a munka meghozza a várva várt eredményt. Medina bizonyított. Noj atmosféry. 6. októbra je u Medini održan berbeni dan, gde je bila prisutna i naša ekipa. U ovom malenom vinogradarskom selu na domak Seksarda, koje broji oko 800 stanovnika, živi još 30 Srba. Ipak u povorci kroz selo, kojom je počela proslava Dana grožđa u Medini, čula se i srpska pesma. Meštani Medine u povorci, a kasnije u svečanom programu, vidjeli su među ostalim i nastup medinske srpske folklorne grupe. U okviru svečanog programa uručene su zahvalnice zaslužnim građanima Medine, a među njima dobitnici su i trojica Srba. Pokojnom Ranku Sokiću zahvalnica je dodeljena posthumno. Ostala dvojica su Savo Kozić i Milan Kozić. Šta je tvoj dada to radio? Čime je zaslužio tu zahvalnicu? Skupio je narod oko crkve i svirali su. Bio je u orkestru, on je svirao u begu. Jesi voleo da ideš sa dedom kad je deda svirao? Voleo sam, da. Bilo je još onda više nas tu u selu, bilo je više Srba, a sad nas se baš potrošilo. Nije mišljio niko na to da će oni nekada nestati i da će to se potrošiti, to društvo, pa nismo se ni spremali, nismo ni učili na toliko. Tako da sad je već kasno. Nadamo se da buduća generacija će za to učiti i u nekoj škole gdje se uči svirati, da će oni naučiti svirati i biti je ponovo orkestar. Kako smo već rekli, jedan od dobitnika zahvalnice i naš dobro poznat tamburaš čika Milan Kozić. Da iskreno kažem, nisam bio spremit na to, nisam se nadao toga, iznenadilo me ovo selsko vojstvo, ali vrlo sam zahvalan i radujem se. Nisam se sa zdravljom najbolje osjećao, ali inače tim se radujem što se dogodilo. Folklor ponovo radi. Kako je to bilo u vaše vreme? U naše vreme je bilo toliko razlike što je originalnije bilo srpsko, ovo sad mnogo ima što nije srpsko i što je mene nepoznato. Ali inače bilo je lijepo i bilo je dobro i milo mi je što se trudu, što ima ko da se stara, da se to ne izgubi, da se ne zaboravi. Ali nešto ovi novi stvari ima za koje meni nisu poznate, ali inače su lijepe. Mi smo one originalne medinske svirali, ovi sad novije što oni sad sviraju i danas što se čula, to su, meni, kao kažem, lijepe su, nepoznate su, ali mi smo samo specijalno ono što je Medina, jer ovo je bilo jedno nedodirljivo selo tu, mi nismo odlazili nikud,
Dakle, tu smo u našem selu koje smo mi privikli, to je ono sve ono sa žila, ono staro, nekadašnje. Ova grupa se sada ponovo organizovala pre dve godine. U ovu grupu dolaze da igraju i Mađari. Nažalost, pošto nas je vrlo malo Srba i malo imamo omladine koja bi igrala, imamo u velikoj grupi svega jednu Srpkinju, a u maloj grupi svega jednog Srbina. Tako da ostali su svi Mađari. Ovo je vinogradarski kraj. Da li i vi gajite vinovu lozu? Jeste, i mi gajimo i mi imamo vinograd. I većina i Srba i Mađara ima vinograd ovdje u Medini. Pošto kad su se naši preci doselili, oni su se počeli sa vinogradarstvom da bave i sa pčelarstvom su se bavili. I dan današnji isto tako postoje oni vinogradi koje su još naši preci posadili i mi dalje obrađujemo to i radujemo se što su ostali bili na nas tu, mogu reći, i brigu, a i lep posao. Ovo je dan grožđa. Da li ovo znači da je posao sa grožđem gotov za ovu godinu? Pa u većini vinograda je već gotov posao, obavita je berba, pošto su bile velike kiše i ladno vrijeme u septembru kada je trebalo grožđe da zri. Na mnogim mjestima je počelo da trune grožđe i malo prije je trebalo otpočeti berbu. Inače, berba, kako naši stari pričaju, obavljala se oko sredine oktobra. Ali sad, nažalost, morali smo prije, ali bilo je i danas berbe i još ima u nekim vinogradima u kojima nije se još obralo grožđe, to još srećom lepo je vrijeme, tako da to će moći svako još da obavi u lepo vrijeme. Popodnevno slavlje u Medini završeno je srpskom igrom i pesmom, a osim članova folklorne grupe zaigrala je i publika.